Mi ugye ciklusokban, 7 éves ciklusokban dolgozunk, és ez az időszak, amiben most részt veszünk, az a 2014-20-as Európai Uniós támogatási időszak. Erre egy meghatározott fejlesztési forrás kerettel és meghatározott működési forrás kerettel rendelkezünk erre a 7 évre, és ezeknek a forrásoknak a felhasználása már megkezdődött 2018-ban amikor is turisztikára, mikrovállalkozások fejlesztésére és közösségi fejlesztésekre írtunk ki pályázati felhívásokat. Több mint száz pályázat érkezett, most ezeknek a megvalósításában vagyunk benne. És hát az ügyfeleink ugye dolgoznak azon, hogy ezek a, az elképzelt álmok, kötletek, ezek meg tudjanak valósulni, mi pedig megpróbálunk minden technikai és háttértámogatást ehhez biztosítani nagyon sok ötlet érkezett be, meg nagyon sok kérés, hogy ugye ki hogyan szeretné ezeket a, a működtetett vállalkozásait fejleszteni. Először is minden ötletnek kell kapcsolódni a helyi fejlesztési stratégiához, ami a Dabasi járás és a Ráckevei járás területére van megírva. És hogyha ez kapcsolódik a stratégiánkhoz, az, amit egy vállalkozó szeretne fejleszteni, akkor kaphat hozzá támogatást. Itt a vállalkozóknak 60%-os támogatás intenzitással lehet visszanemtérítendő támogatást kérni. Itt a, alapvetően a mikrovállalkozásoknál a telephely fejlesztésére kell gondolni, eszközbeszerzésre, ö, olyan épület energetikai korszerűsítésre, ami ö, a telephelyhez kapcsolódik, vagy az, az ő általa működtetett vállalkozáshoz kapcsolódik. De vannak turisztikai szolgáltatásokra kért pályázatok, és vannak ugye a közösségfejlesztés részében olyan ö, megvalósítandó fejlesztések, mint például a játszóterek, vagy a mántelekítónak, a, a horgásztónak a, a pihenőparkkal való kiegészítése, mosdóépítés hozzá van a ráckevei térségben olyan, szigetsépen olyan ifjúsági szálláshely, ami most épült, meg most fejeződött be, és már el is számoltak vele, úgyhogy ha minden jól megy, akkor nyártól már igénybe lehet venni és a közösségi fejlesztéseknél például a legkisebbet említeném a szöszülőműhely műhely Hernádon, akik varrógépet vettek ahhoz, hogy az általuk működtetett egyesületben az ott lévő tagok tudjanak nagyon szép munkákat továbbra is készíteni, vagy még szebbeket, jobbakat, mint eddig. A vírus vagy a járvány időszak ez nagyon megnehezíti a turisztikai szolgáltatók életét is. Más területen is jelentkeznek ezek a problémák. Azok, akiknél volt bent támogatási kérelem, tehát pályázat, azok kaptak eleve automatikusan egy három hónapos meghosszabbítást, de ugye azt is látjuk, hogy ez nem elegendő, mert most nincsenek bevételeik, tehát ezeket nem tudják a, a megtakarításaikat beletenni egy projekt megvalósításába, mert ugye azt is tudjuk, hogy minden ilyen projekt utófinanszírozású, tehát először meg kell valósítani, és utána lehet visszaigényelni a támogatást. Konkrétan a Deákudvarháznál látjuk ezt a problémát nagynak, és őt, ők egy kicsit le is álltak a fejlesztéssel, amit abszolút meg is lehet érteni. Úgy néz ki, hogy két szakaszra bontották a projektjüket, az egyik részével elszámoltak, és a másik részével meg 2022. december 31-ig lehet elszámolni. Tehát ha folyamatosan meghosszabbítják az elszámolási határidőt a számukra, akkor ez a projekt is meg fog tudni valósulni, és azért... Hát, Legyünk pozitívak, és bízunk abban, hogy ezért nyár végére ez a helyzet rendeződik, vagy legkésőbb jövő tavaszra. Hát el kell kezdenünk gondolkozni a következő hét évről, ami egy nagy feladat, mert a helyi fejlesztési stratégiát azt újra kell gondolni, ehhez különböző elemzéseket kell készíteni, ugyanúgy, mint gazdasági vagy társadalom-szociológiai elemzéseket. Itt ugye ez az a járványhelyzet egy különleges gazdasági helyzetet is alakított ki itt körülöttünk, úgyhogy ezt is figyelembe kell venni mindenféleképpen a következő hét évre vonatkozóan. Ugye el kell kezdenünk Gondolkodni azon, hogy a vállalkozóknak lesznek olyan megtakarításai, amikkel előre tudnak lépni és tudnak fejleszteni, vagy pedig most azért egy visszafogottabb fejlesztési időszak következik. Ezek, ezeket nekünk is meg kell keresni ezeket az információkat, úgyhogy tulajdonképpen mi erre készülünk ebben az évben próbálunk tervezni, csak ugye ennek is van még akadálya, mert egyelőre a számokat nem nagyon látjuk, bár annak nagyon örülünk, hogy a következő ciklusban az agrárvidékfejlesztési támogatások összege az nagyon nagy, tehát az előző időszakokhoz képest közel négyszerese, és reménykedünk abban, hogy ez valahol majd a mi fejlesztési forrásainkon is fog látszani, és amit még csinálunk ebben az időszakban, hogy lezárjuk az előző támogatási periódust, és ilyenkor értékelünk, Monitoringgal kapcsolatos munkánk van, tehát elemzéseket készítünk, hogy hány új munkahely teremtődött a fejlesztések által, hány új szolgáltatást tudtak kialakítani a, a támogatott pályázatok ö, mögötti vállalkozások, és be szeretnénk mutatni ezt egy kiadványban, ami online letölthető lesz, és nyomdai formában is megjelenik azok számára, akik most kezdenek el gondolkodni. Nekem az a tapasztalatom, hogy egy, egy komolyabb fejlesztés megvalósításához azért két-három éves előzetes tervezési ötletelési időszak tartozik. Úgyhogy akinek van elképzelése a jövőben, azt most bíztatok arra, hogy kezdjen el papíron dolgozni ezen az elképzelésen, mert hamarosan lesznek forrásaink. A jó hír az, hogy 2023-ban elkezdődik a következő Európai Uniós támogatási időszak, és akkor újra lehet hozzánk jönni nagyobb támogatási összegekért és ahhoz bizony már most el kell kezdeni tervezgetni.